Közép-Kelet-Európa és benne Magyarország Európa ipari magjává vált az utóbbi években, és van esély arra, hogy ez a térség a kontinens gazdasági motorjává lépjen elő. Ezt mondta Csipfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Magyar Üzleti Vezetők Fórumának rendezvényén. Szerinte a gazdaság átalakítása megtörtént, rugalmas a munkaerőpiac és jó az infrastruktúra. Bokros Lajos volt pénzügyminiszter szerint viszont számos területen, így például a tulajdonjogok védelme tekintetében is romlott a helyzet az elmúlt években. Magyarország valahol a 2-2,5%-os potenciális növekedési sávban van. A költségvetési tanács a hétfőn beterjesztett 2014-es költségvetési javaslatot a főszámok alapján egy nagyon kifeszített, ugyanakkor tartható pályának látja. Kovács Árpád szerint a 2,9%-os hiány megfeszítetten, de tartható. Pozitívum, hogy az idei EU díjtól vagy az online pénztárgép adótól eltérően a kormány jövőre nem tervez olyan adóbevételeket, amelyek nehezen beszedhetők. Úgy tetszik, ez egy meglehetősen kiadások szempontjából egy konzervatívan tervezett költségvetés. A bevételek oldalán vannak feszültségek, amit mi az ÁFA-ban azonosítottunk. Alapvetően tartalékok vonatkozásában is van a kormányzattal, vagy volt vita. A következő fél év bár a harcról fog szólni, de valójában nem a rezsi harc, hanem a rizsa harc fél éve lesz. Így utalt a választási kampányra Bajnai Gordon. A volt miniszterelnök szerint Magyarországot rossz elvek, téves nézetek alapján kormányozzák, ezért a 2014-es választás után véget kell vetni az unortodoxiának nevezett fényevésnek. Bajnai Gordon veszélyesnek ítélte a közműcégek államosítását, szerinte a kormány a rezsicsökkentéssel veszteségessé teszi a szolgáltatókat, majd a már veszteséges cégeket próbálja megszerezni. A nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas, viszont az elmúlt 3 évben jelentősen csökkent a nettó jövedelme az alsó és közepes keresetűeknek, például az egykulcsos adó bevezetése miatt. Ezért arányában a rezsi valóban nagyon magasra nőtt a nettó jövedelmekhez képest. Hát el kellett árulnom nekik egy szörnyű titkot, nevezetesen, hogy ez az ötlet, ez Magyarországról származik. Mondta a briteknek Bokros Lajos az ottani munkáspárt rezsibefagyasztással kapcsolatos felvetésére. Bokros Lajos szerint nem csak tőlük állunk messze, már a Magyarország a legtöbb mutatót tekintve leszakadt a visegrádi országoktól is, mondta a volt pénzügyminiszter. Bár hozzátette, ez a tendencia nem most kezdődött. A volt pénzügyminiszter szerint számos területen, például a tulajdonjogok védelme tekintetében romlott a helyzet az elmúlt években. Végre jussunk el odáig, ahova az 1968-as gazdasági reform mechanizmus annak idején eljutott, amely kimondta, hogy a magántulajdon az ugyanúgy egyenlő és fontos, mint az állami tulajdon, és az védendő és megőrzendő. Azonban az sem az állam feladata, hogy monopóliumok építésével eldöntse, hogy melyik vállalat lesz sikeres, tette hozzá a politikus.